A napokban megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, mely szerint a magyar állam megvásárolja a Karcagi Járásbíróság épületét. Ezzel a kormányhatározattal kapcsolatban kértünk tájékoztatást polgármester úrtól. A Karcagi Járásbíróság épületével kapcsolatban, melyről azt tudom elmondani, hogy a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos rendelet valóban a magyar közöny 2020 évi 127. számában jelent meg, ahogy a kormány a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanba történő elhelyezéséről döntött, és ennek érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT közreműködésével gondoskodik az ingatlan tulajdonjogának egy független ingatlan ingatlan forgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára történő megszerzéséről. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam a karcagvárosi önkormányzat tulajdonában lévő épületet és a hozzá tartozó ingatlant megvásárolja az önkormányzatunktól. Reményeik szerint hamarosan egy új épülettel gazdagodik a város, szépül a főtér. Amennyiben újabb információkkal rendelkezünk, az ügyel kapcsolatban arról is be fogunk számolni, tájékoztatta a televíziónkat dobos László polgármester.